megtiszteltetés, hogy ezek a befolyásos urak ilyen nagyra becsülnek téged. Megbocsáss, soranyám, de ezeknek a befolyásos uraknak csak annyit köszönhetünk, hogy burjánzik a korrupció. És a munkások minden eddiginél nyomorúságosabb körülmények között élnek. Na, azért nem kell túlzásokba. Mi az, hogy túlzásokba? Nézze meg, jöjjön el egy rendelésre, TBC-s, golyvás, alultáplált munkások és a csont és bőr kisgyerekeik. Nézze meg, hogyan élnek. Penészes szobákban egy ágyban hárman fekszenek. Az öregek ott fekszenek a hideg konyhakövön. Kérdezze meg a pékeket, hogy miért lopják a morzsákat tőlük, és kik állnak sorba száraz kenyérért. Te egy nyomornegyedről beszélsz, amit nem lehet egyik napról a másikra felszámolni. Vajon miért nem? Hát én mélységesen szégyelném magam, ha a férjem egy ilyen korrupt kormánynak dolgozna. Ti nem szégyenkeznétek miatta? De őszintén, te talán nem szégyelnéd magad. Csak annyit mondtam, hogy felkértek. Egy szóval se többet. Össze-vissza kapkodnak. Meggyengültek, és vadásznak a fedhetetlen emberekre. Büszkék vagyunk erre a felkérésre. Az bizonyítja, hogy érdemes volt tanulnod. Jól végzed a munkád, és megbecsülnek érte. De nekünk nem szabad túl magasra kapaszkodnunk. Akkor sem, ha hívnak. Aki máshonnan érkezett, mindig gyanús marad. Egy ponton meg kell állnunk. Ezt fogadd el. Ha meg akarod találni az életben a boldogságot, maradj mindig az, aki vagy. Vagy harcolj. István, a nagybátyám, még alig tudott járni, mikor megszületett az öccse, Ádám, az apám. A családom ellenzi a jelölésemet. Na és miért? Nem szeretnék, hogyha beleszólnék a politikába, uram. Akkor ki szóljon bele a politikába, ha nem az olyanok, mint maga meg én? Jobb szeretnék független bíró maradni. Független? És mitől független? A világtól? Ahogy gondoljon, vitatkozom magával. De nézze meg ezt a listát. A főkapitány küldte nekem. A szocialista szervezetek tagjainak névsora. Kegyelmes uram, kötelességem jelezni, hogy az öcsém neve is itt áll. Pontosan. Mondja, miért állnak jó módú tanult zsidók a kormány ellenes szervezkedések mögött? A zsidók orvosok, jogászok, tanárok lehetnek. Mit akarnak még? Megint késtem. Mi a baj? Tudunk róla, hogy részt veszel egy összeesküvésben, amelynek célja a monarchia megdöntése. Összeesküvés? Kitől hallottad ezt? Istenem. Tehát? Hogy tehát? Én nem veszek részt semmiben. Nekem te ne hazudj, Gusztáv. Csendesebben, meghallják apáik. Talán be kéne hívnunk őket. Náluk lesz házkutatás, az ő fiúkat fogják letartóztatni. Tudod, mi ment meg titeket a börtöntől? A liberalizmus türelme. A liberalizmus türelme? Remélem, hogy ezt csak viccnek szántad. Úgy érted, türelmesen nézik a nyomort, az éhezést, a proletárok százezreinek az elszegényedését. Így beszélsz a gyűléseken? Hogy merészelsz fellázadni a rend ellen, ami lehetővé tette, hogy egy magadfajta zsidó orvos lehessen? És magadfajta zsidó? Pontosan, ha a császár nem lenne, te még ma is gyógyitallal házolhatnál, mint a nagyapánk. Csak azért hiszel ebben a mesebeli császárban, mert ez áll az érdekedben. Az igazságban hiszek, és abban, hogy jogom van asszimilálódni az országban, amit szeretek. Asszimilálódni? Téged sosem fognak befogadni. Mindig gyanakodva néznek majd. Csak a munkásmozgalom fogad be Ignát, mert az nemzetközi. És az ellensége is az. A kizsákmányolás. A megálmodott jövő köti össze őket. A forradalom. Hallod, Vali? A mi új zsidó profétánk mindent elforgatna. Nem, én szabadságot akarok. És a szabadságért harcolni kell. És folyjon csak a vér? Igen, kérem. Hadd folyjon. Pontosan ezt kívánok. És tudod én mit kívánok? Hogy Isten tépje ki a nyelvedet, hogy ne terjeszthess ezt a beteges gonosz. Ignác! Ne! Remek. Megátkoztál. Hát inkább az átkomtól némulj meg, mint a börtöntől. Itt a két rabbi vitatkozna a Tórán. Elég. Most már elég legyen. A férjed szerelmes a sikerét. Persze, és hataloméhes vagyok. Hű alatt való vagy. Ezt tesz boldoggá. Szereted a császárt. Ahogy mondod, az ő oldalán állsz, mi? Együtt vagytok. Hogy az ő oldalán? Azt hiszed, nem látom, hogy néztek egymásra. Nem vagyok se vak, se ostoba. Neked teljesen elment az eszem. Az Istenét hagyjátok már abba! Megmondjam, hogy én mit akarok. Nem azt, hogy befogadjanak a hatalmasok vagy éppenséggel a te elnyomottjaid. Nem akarok mást. Csak büszke akarok lenni az anyanyelvemre és az ablakon kinézve. Azt a tájat akarom látni, amit ismerek és szeretek. Akár a vadvirág, ott akarok nyílni, ahová tartozom. Fel tudjátok fogni ezt?